Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét a Rustból jelentkezek. Egy különleges Rustból, új életet kezdtem egy új szerverem. A folyamatos raidek miatt egy kicsit gondoltam, hogy lazítok. Visszajöttem a jó öreg PvE környezetbe, legalábbis azt hiszem, hogy ez PvE-s a szerver, amin most vagyok. Ráadásul van valami. Ez egy modolt szerver, és valami bónuszokat kapok, így ahogy egyre több fát vágok, egyre jobb szorzót kapok a fakitermelésre. Tehát kővel látjátok, 16 termelek ki, úgyhogy most egy ilyen kis laza, kis építkedős játékrészt terveztem elkezdeni. Aztán meglátjuk, meddig jutok, meddig lesz kedvem hozzá, mert ehhez van kedvem nyugiba építgetni. Nem kopik a házam se itt, úgyhogy teljesen ideális az én videós szokásaimhoz. Teljesen jól illeszkedik hozzá. Na, 1050 fa, úgyhogy két kővel vágtam, úgyhogy ez teljesen korrekt. Így nekem. Nem tudom már egyébként, hogy milyen helyzet. Van egy térkép is, ott van valami középen, ott az a házban voltam, az egy ilyen menedék volt, vagy nem tudom micsoda. Az éhezés meg ilyesmi az ugyanúgy áll, tehát az ugyanúgy működik. Abban nincs hiba. Éhezek is rendesen, kéne talán valami kaját. Vagy legalább egy hálózsáknyi anyagot, de ilyen nagyon trei idő van. Itt. Egyébként van egy francia szerver. Mert tele van ilyen francia feliratokat, fent is látjátok, ilyen furán ír valamit. Abból talán az admint értem. Kb. Na jó, akkor itt egy kicsit a mezőn gyűjtögetünk itt a leszállt, felszállt párába. Ködben. Még állatot se láttam, de ezt mikor kiszoktam mondani, akkor megtámad egy medve általában, úgyhogy ezzel óvatosan kell bánnom. Úgyhogy most elkezdek így szintezni. Aztán nem tudom, itt mikor volt vibe egyébként, de hogyha elérek egy bizonyos szintet, és azt mondjuk nem nullázzák le, akkor nem lesz olyan nagy baj, mert szorzóval elég gyorsan lehet építeni, és akkor itt kedvemre tudok építgetni ezt, azt nem tudom, mit fogok építeni. Lehet, hogy csak egy ilyen sorozat lesz, hogy felépítek valamit, aztán megunom, de most ehhez van kedvem. Úgyhogy most egy ilyen kis nyugodt, mászkálós, gyűjtögetős, építgetős gépléjre van kilátás. Na, visszanézek azért a másikra is, mert házam megvan, és most elég jó is, mert körbefalasztam, nincs bent semmi, úgyhogy ha fölnyomták harmadszor is, akkor elvileg nem tudtak elvinni. Bár de, mert kaptam ajándékba az egyik, aki raidelt, rám írt, hogy csak utána vette észre, hogy ez az én házikon volt, aztán a hagyott ott ajándékokat visszahozott egy csomó mindent, meg még plusz dolgokat, és abban, hogy nagyon rendes volt. De hát ezt be is építettem, de egy csomó ajándékot kaptam, ilyen fegyvert, ilyesmit, azt nem tudtam természetesen beépíteni, úgyhogy az ott maradt, az még kirabolható úgy a házam azzal, úgyhogy az még úgy kockázatos, de hát mindegy, ezt bevállaljuk. Jó, itt a térképen is látszik egyébként, hogy hol vannak ilyen civil objektumok, majd arrafele tendálok, de egyelőre még csak így gyűjtögetgetek ilyen dolgokat. Nem tudom, ez a kőgyűjtés is, az nem szorzós. Egyébként itt, ahol ülök, mögöttem van három csík. Biztos a profik azok... Én kaptam XP-t, de mitől? Ja, kész lett a hálózsák. Szóval van mögöttem egy három csík, az első az level 5-ös, ott a favágással függ össze. A franciául van, úgyhogy csak később jöttem rá. A favágással függ össze, és hogyha sok fád vágok, akkor nő a százalékom, és akkor mindent nagyobb lesz a szorzom. A második lehet a bányászat. Franciául az valami minőr, vagy valami ilyesmi, nem tudom franciául, hogy érték, és akkor van a csesúr, nem tudom mi az. Az lehet, gondolom, a... Na, azon most meg vagyok lőve. Ugye van a favágás, a bányászat. Mi van még? Milyen? Nem is tudom, mi lehet a utána következő tudomány. Na mindegy, az a gyűjtögetés, lehet mindjárt megnézzük, hogy kiszedek egy kukoricát. Igen, az meg az ilyen gyűjtögetésből is kapok. Ja, tök jó, akkor egy idő után a gyűjtögetésnek is szorzója lesz. Jó, ez tetszik, ez a szerver. Pontosan erre vágytam már régóta, mert agylövés, hogy ott vagyok azon a pici szerveren is, és akkor volt, hogy bolyongtam, nem videóban, hanem csak úgy kívül. Bolyongtam ott üzéket, ilyen
20 perceket is, hogy találjak követ. Azért, hogy megerősítsek egy falat. Azért, hogy betörjenek. Szóval most ehhez lett kedvem, hogy egy kicsit talán így könnyebb lesz az élet. Nem vagyok benne biztos, hogy PvE, mert nem volt benne a szerver nevébe. És vannak itt magyarok egyébként. Nagyon meglepő volt, nem tudom, hogy benne van-e, de nincs benne a nevembe a hun. Mégis rám köszöntek, amikor beléptem többen is. Meglepő módon. Pedig biztos, ott egy kő végre a minőröm is fog fölfele menni. Ja. Na nézzük. Alapból 8-at hoz. Most nem tudom mennyire látszik itt mögöttem. A 100% látszik. Ja, igen, az látszik. Ja, csak az utolsó számjegye, de mindjárt meglátjátok a sarkát, egyik székkel elgurulok, akkor ott lehet látni. Igen, ott megy fel a csík, és mindjárt eléri a... Ha én is elérem a követ, akkor eléri a level 2. Most vagyok 2-n, és most átugrok 3-ra. Így lehet látni másik oldalon a széknek. Vagy lehet átteszem magamat oda abba a másik sarokba, de annyira nem fontos végül is ez a dolog. Minden esetre most már 11-et hoz, úgyhogy itt aztán leszkő dögivel, nem tudom itt mi a... Minél többet farmolok, annál nagyobb lesz a szorzom, az tök jó. Nagyon korrekt dolog ez. Így a... Most azon gondolkodok, mit építsek. Mert most aztán a lehetőségek adottak, hogy valami szépet hozzak létre. Még itt van három paraméter, ott az órát írja, az a, szerintem a szerver ideje lehet, hogy éppen most 11 óra 15 perc van itt a játékban. Mert éjszaka kezdtem, oda logoltam be, és az tényleg ilyen 21 óra környéke, 22 óta, akkor már két volt. Az ott mellett az, hogy 4-en játszunk az 50-ből valószínűleg, és az a... Nem tudom, mi az a 100 és alszik ott, az nem tudom, mi lehet pontosan. Na, mennyi követ sikerült kiszedni? 4-5 volt. Hát ez mondjuk olyan kis kezdetleges volt, ami szokott lenni egy általános kőbányászat esetében. Itt is van egy házikó. Vagy mi ez? Ez egy barlang házikó. Vagy nem, nem. De, itt valami... De ez egy barlang, tök jó. Ez egy nagyon praktikus kis ház, ott meg víz van. Király. Tök jó megoldották egyébként ezt így. Még nem ütöttem bele így házba, nem tudom, hogy... Hogy... Az számít-e nekem, de... Azt nézem, hogy nem kopik, az biztos. Hát nem ütök bele, mert hogyha negatívot kapok valamiért miatta, hogy itt megtámadok egy házikót, nem akarok ilyesmit tenni. Megvárom, hogy engem lőjenek le először, hogy kiderüljön, hogy itt van-e PvP. De mivel nem sokan vannak fönn, most is egy olyan időpontban játszok, ezért lehet, hogy megúszom a dolgot. Virágok. Na, ott egy háza, de elmegyek. Nem tudom, az kinek a háza lehet. Mi ez itt? Hogy állok kaja ügyileg? Ah, most van azért betölt... Mert van nekem kaja, eszek azért. Evés, jó. Közben fejlődünk. Jó lenne hamar elérni azt a szintet, ahol jártam kb. Mi a 20-25. Milyen aranyos kis házikó. Ilyen, valószínűleg én is valami ilyesmit fogok létrehozni. Ilyen ház alakú házikót. Nem egy ilyen... Batár otromba bázis, hanem valami ház alakú házikot fogok építeni én is. Nem tudom, ajtót itt nem lehet építeni, mert általában nincs ajtó a házakon. Vagy nem... Ott alszik valaki. Megnézzük ki, az nem bántjuk, mert egy zsákmány alszik itt. Bele lehet nézni az inventoriába egyébként. Nem is lehet belenézni. Ja, nem lehet. Nem lehet belenézni az inventoriába. Ez a PBR-re vagy az mondjuk mindenképpen, viszont van ajtón zár, ez tök jó dolog. De nem tudom, miért kinn alszik. Nem tudom, hogy lehet bemenni az ablakon, valahogy beszoktak menni a profik. Én nem vagyok profi, nem tudok bemenni az ablakon. Nem is nagyon látni be, de ez se kopott, ez a ház se kopott, úgyhogy... De tök jó, nem lehet belenézni se az inventoriba. Ha. Ez jó.
jó dolog, akkor itt tényleg PVL van. Fölmegyek erre a sziklára, kicsit körbe kukkontok, hogy mi a helyzet. Ez a pálya széle az biztos, így is van, oké. Okay. Most valamit benézünk, várjunk csak, forgolódjunk ott a térkép szerint. Kicsit lassan reagálra. Erre fele van valami civil objektum. Tehát ott az erdőn túl át kell mennem itt a gázlón, és akkor ott meg fog pillantani valamit, elvileg. Jó, hát itt átúszunk. Ezt remélem lesz majd szebb idő is, mert elég tréja az időjárás. Ez egy gázló, király. Úsznom se kell. Valahol fölmászunk arrafele. Talán még találunk követ is. Nem tud csinálni ilyen... Na nézzük, mit lehet feloldani. Nem tudom, aztán mennyi XP-m lesz egyébként. Ez 2 XP a ez. Ezeket feloldjuk mindenképp. Ezt is, meg ezt is. Ezt nem kell most, mert nincs rá szükség. Gatyát. Vagy szoknyát. Még mindig nő vagyok szerintem. Ezt nem tudom, ezt mikor lehet majd állítani a játékba. El tudtam, hogy fölöltözök azért, úgy gondolom. Na nézzük, mi az ott. Ez egy farönk. Olyan rossz idő van, hogy nem látok az orromig, se tök nehezen lehet tájékozódni ebbe a ködös monyákba. Jobb lenne, ha hétágra sütne a nap, remélem azért lesz még jó idő ezen a szerveren, amíg itt fönt vagyok. Bár úgy tervezem, hogy egy pár részt most fölveszek egybe. Na most itt azt hiszem a túloldalt fogom pont látni, igen, ott onnan jöttem. És hol is a térkép? Ott a térkép, ha így erre felnézek, akkor azután kéne lenni annak a valaminek, ami miatt átjöttem ide, úgyhogy akkor én át is megyek oda. Nem tudok csinálni egy ilyen baltát, de hogy nem tudok, meg ilyet is. Erről van szó. Csináljunk papírt is. Aztán jó idő van. Oké. Okay. Csináljunk ilyen ruhákat. Mennyi? Ó, sok van. Csináljunk egy kalapot. Egy cipőt. Milyen legyen? Csináljunk szoknyát végülis. Így van, legyen szoknya. Nem tudom, mit számít. Pólót nem tudok csinálni. Úgyhogy még egy kicsit így. Ezért benyomjuk nudiba. Egy ilyen topless benyomom. Közben azért, hogyha látok követ, azt kiszedem. Bár a követ nehezen szoktam észrevenni. Volt egy időszak, amikor ebből üztem sportot, hogy alig vettem észre a köveket, de nem direkt. Tényleg nem vettem észre a köveket, pedig elfogadtam mellette. Na, itt van egy házikó, ebbe szokott lenni ilyen valami. Bládikó, ott egy. Amiért kapok. Csassúr pontokat fog kapni, hogyha találok benne. Ott van egy ilyen ipari eszköz. Oké. Okay. Na itt lehet egyébként olyat csinálni, hogy lerakok ilyen... Nem, itt se lehet ilyen objektumokba lerakni. Ez egy jókora eszköz. No, nézzük meg, hogy mire képes. Ja, ne, ebben nézzünk, hogyha valaki hagyott benne valamit. Hol is van a tartálya? Itt van. Nincs benne semmi. Ha, akkor nem volt szerencsém. Elmegyek most oda egy ilyen nagy mamut fenyőt, hogy ezt kivágok. 36. Na, szuper. Egyre nehezebben növekszik ez a felső csík, amit most mindjárt megjártok a fejem után, egyszer csak megjelenik. És hogyha ott elérem a 6-os szintet, akkor már jócskán fog hozni. Ó, szuper. Mennyi lett? Ó, szépen termeltünk. Valami nagyon nagy házat fogok építeni. Igen. Mivel most itt lesz anyag bőven, szép házat fogok építeni, de nagyot. Megpróbálok egy jó dizájnt kieszelni. Kivágok még egy párat, ilyen óriási fát. Ez tényleg nagyok ezek a fák.
Kíváncsiak, egyszer megcsinálják azt, hogy ezt majd vizuális itt elről, és mondjuk sebez, ha rámburul. Mert egy ekkora fa már sebezhet, hogyha rámburul valakire. Oké. Okay. Wow. A stackelés is más ezen a szerveren. Ha jól emlékszem, nem tudtam 3000 fát stackelni. A 1000-esével van az officiálom, ha minden igaz. Mi az a 101 már megint ott az alvás? Az ez 100-on volt, most meg 101-en van. Na még ezt kivágom, aztán megyek tovább, megnézem a térképet, hogy mit célozunk meg. Ott van a következő célpont. Az lehet az antenna, az a radarállomás. Na már 44 ez van, szuper. Na, megvan a cipőcském, szuper, meg egy kalap, ez így korrekt, nem? Szoknya? Nincs szoknyám. Most nem fejlesztettem ki a szoknyát? Nem, hát itt van. Állok, így van. Következő szinten már tudok pólót csinálni. Jó, egy vászonpóló az jól fog jönni. Nagyon is. Nem is pazarlok most dobozra. Nem tudom mennyi stack, 10 000-ig lehet stackelni a fát, ez tök jó. Lesz itt fa bőven. Na, célozzuk be a térképen a... Valamerre errefele kell mennem, így süljen fölfele. Hogy elérjem az antennákat. Mert az antennák nem tudom milyen szuper dolgokat lehet találni, de hát mindegy, menjünk az antennák felé. Fölmegyek erre a nagy hegyre, annál jól ellátni messzire, bár nem ebbe a környezet. Itt is van valami házikó egy oldalba. Elég sok nagy ház van. Nem tudom, mikor lesz vibe. Itt van valahol a házi. Ah, itt van egy ilyen kis terasz is van. Újra leugrok. Ott van egy kő. Hopp, hopp, hopp. Nem lett bajom, nem lett bajom. Ennek hol a bejárata egyébként? Vagy ez egy barlangnak a része lehet? Na mindegy. Ez nem kő, azt hittem, hogy ez is bányászható, de nem. Ez egy barlang lehet. Térképe látszik is ám. Most éppen rajta vagyok ezen a részen. Hogy is van? Errefele. Nem errefele? Errefele. Aha. Nem tudom egyébként miért akarok oda menni. Egyáltalán nem szoktam kedvelni az antennának a környezetét. Ott olyan túl sok minden nincsen. Hordók vannak. Nem tudom, az antennáknak olaj van például, ott nem is emlékszem arra. Furcsa, hogy nem láttam állatot. Az furcsa, az mindenképpen. Ott már láttam az antennák hegyét. Ez édesvíz. És egy patak. Fulladok egyébként itt. Aha, itt is van. Patakot megtaláltam, az jó. Ha találnák egy szép patakparti helyet, akkor még le is telepednék. Persze közel valami civil objektumhoz, hogy legyen nyersanyag forrásom. Mindenképpen. Mi lett ez a 101 itt a bal oldalon? Hogy az az alvás ikonnál a 101, az vajon mi lehet? Ezt jó lenne tudni. Hogy annyira fáradt a karakter, de hát az ilyen paraméter nem volt soha neki. Van egy nyugodt öböl. Hát lenne az öböl, aján is lehetne építkezni, de oda nem építkezek, mert pici a hely. Hú, micsoda szurdok vannak itt. Mondjuk elég köves lehetne azért itt egy-két bányászható kő, azt hiszem, már nagyon régen nem láttam követ. Jó, hogy persze nem is szoktam észrevenni őket olyan könnyen, de azért illene találnom. És mozgás, állatmozgás nincs, ott van egy kő talán. Ja, na nézzük, kipróbáljuk az eszközömet. Jó, azért ebben van kő így. És a bányász tudásom is szépen megy följe, bár egyre lassabban, ahogy így a szinteket épp, most a 4-es szinten van, mindjárt kijön a székem, és most ugrott egyet.
5-ös vagyok, tehát most már 43-at kapok együttésre. Hát a végére már olyan elég vicces lesz, amikor mondjuk már fém csákánnyal szedem a dolgokat. Nagy valószínűséggel akkor már egy ilyen kőtömbből megépítek egy házat. Ha minden jól megy. Na itt gyűjtögetünk egy kicsit, mert abban megint sok lóvé van. Egyrészt az XP is nől, és szerintem az alsó cuccom az attól nől, hogy ezeket így gyűjtöm, és akkor az XP-mnek a növekedő és százaléka is nagyobb lesz, én úgy gondolom, a gyűjtögetéstől, úgyhogy most hevesen elkezdem ütni a hordókat is, hogyha találok, meg hát gyűjtöm ezeket a cserjéket. Végre meg tudom majd csinálni azt, hogy csinálok ilyen fémmel körbekerített kertet, ahol elvetem ezeket a cuccaimat, és csak én aratom le őket, tök jó lesz már. Úgy érzem, el leszek ezzel egy darabig. Nézd már, ez is, nem is tudom, hogy ezt lehet stackelni, nem lehet stackelni alapesetben, ha jól emlékszem. Ez is tök jó. Na nézzük, mi van egy ilyen. Azt hiszem, egy hordó vagy ilyesmi szokott lenni, nem sok minden. Ott egy, azt azért oda elmegyek még. Sokkal hasznosabb dolgok vannak, mint a toronyban. Na ez jó lesz, mert ebből egyrészt belakok, másrészt meg ebből lesznek az első vasaim. Úgy, beugrattunk, itt is van valami. Egy tervezőasztal van. Itt van valami fönn a tetején, nem tudom, most fölmászok, de nem tudom, van-e értelme. Mondjuk más nem körbenézek, az is valami. Ja, hát ennek nem volt értelme. Jó, kicsit viszont kezd kisütni a nap, ennek viszont örülök, mert utálom, amikor ilyen monyák idő van, pedig szép tud lenni ez a játék, így kinézetileg is, de ha ilyen esős monyák idő van, akkor az egy idő után agyon nyomja a dolgot. Hol a följárója ennek a... ott van. Na, ott is vannak ilyen cserjék, azokat összeszedjük. De kell ezzel lenni valahol egy hordónak, én úgy tudom. Itt van a javító pad. Igen. Aztán... Jó, fölmegyünk. Megnézzük ezt is. Nem tudja, hogy van értelme, de fölmegyünk. Ah, itt van valami ládikó, erre nem emlékeztem. Konkrétan, tehát nem egy laptopot. Hát, ha még találnak egy Rust DVD-t, akkor már tudnánk is játszani a játékon belül. Ide lenézünk. Hopp, 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 hopp. Ahogy. Jól lakok, és lesz vasam. Ebből kijön az első ilyen komolyabb vas égetés is. Az mi ott? Egy kis fácska. Na, most nem figyeltem, hogy mennyit hoz. Nem, mint hogyha szükségem lenne annyi fáma, mint a szemét. Hol láttam azt a két cserjét? Valahol láttam két ilyen kis ott van. Kár lenne itt hagyni, mert az is annyi XP-t kapok. Most 8-on van az a vonal. De jó nagyokat ugrik a Kender Rostól, úgyhogy megéri mindenképp. Na, ott is van valami, ezt talán össze lehet szedni ezt a követ. Nem, ezeket mostanában nem jól lövöm be ezeket a köveket, ami ott ez az új design van, ott egy hordócska. Ezt megcsapkodjuk. De hangos itt a fülembe, egy vizes hordó. Ó, király. Ja, akartam egy ilyet is csinálni, ha már meg vagyunk. Ó, kész az itt a szoknyácska. Egész jó, fölöltözök. Jó. Jó. Itt meg egy busz megálló, meg valami cucc van itt, többen nézünk. Ez egy áram generátor valami. Itt is lesz egy hordó. Csak nem tőle. Még egy vizes hordó. Ezt is lehet stackelni, ez is új. Meg itt egy hordó még elbújt. Na. Ó, egy pulcsi, ez jól jött. Akkor lesz egy szoknyám, azt a király vagyok. Ezt még föl tudom venni? Nem? Legyen így. Legyen így. Ez a sapka, ez nagyon menő. Szerintem.
Mit láttam még itt, amit meg akart? Még egy hordó, ez most termetés. Hogy... Ó, valami még kiesett. Zörgött valami. Hallottam, mintha fegyver lett volna. Aha, jól hallottam, egy összetákolt pisztoly. Ebbe, de nincs benne töltény, úgyhogy mindegy. De ilyen gyorsan visszaspawnolt a cucc. Aztán ebbe csuk, ugye nem? Vagy két hordó volt, csak hirtelen elfordultam, aztán nem láttam már meg. Így van, lehet stackelni. Szuper. Jó. Egyébként nem rossz helyez, de olyan nagyon sok loot nincs, úgyhogy én úgy gondolom tovább állok. Megvan az ötös szint. Nézzük meg, hogy mire költhetem. És miket oszt van csejtve. Összetákolt polc, patüske, meg egy XP. Jó. Azt mondja, hogy ezt feloldhatom? Vagy ez majd csak jön? Nem, ezt feloldhatom. Aha, fel is oldottam. Ez jön majd, igen. Értem. Altos szinten. Hát gatya van itt, egy gatya. Feloldjuk a gatyát is. Van még 7 XP-m, kell a polc. Azon majd mindenképp kell, meg egy ilyen doboz, az is kelleni fog. Aztán elfogyott, ennyi volt. Altos szinten jön a számzár. Az jó hír. Az ott nem egy... Lehet, hogy lesre futok ám, mert tényleg nem szoktam megismerni ezeket, ehhez nem az. Na nézzük ezt a térképet. Most benn vagyok itt a közepébe. Hova menjek el? Errefele van valami, meg errefele is van valami. Menjünk erre az úton. Menjünk az úton. Ja. Valami, de nem is az úton kéne, hanem errefele kéne, mert itt van egy barlang, az biztos, ott meg egy házikó. Itt van egy jó kis plac egyébként, de nem tetszik nekem ez a környék, az antennának nem tetszik a környék abszolút, úgyhogy megyek tovább állok. Ezt nem lehet fölvenni, ezt viszont föl lehet venni, az meg a haverját is sikerült is menet közben fölveszik a cserjéket, és majd arrafele tendálok, be megtaláljam azt az új helyet, ahova igyekszem. Ez kettő vagy egy lesz? Egy. Jó. Közben arra fele megyünk. Na, az ott nem egy állat. Nem, sajnos. Nagyon örülnék már, hogyha valamilyen állatba botlanák bele. Itt egy barlang. Ezek is jók, csak most nem akarok barlangházat. Erre ezeket is kedvelem, valamelyik régebbi sorozatomban csináltam ilyen barlangházikót, ezekben is jó lehet épülni. Műzli szelet. Remélem nem hangos nektek ez, mert nekem iszonyatosan. Egy gatyát csinálok, a szoknyát lecserjük gatyára. Ó, egy számzár dobott, ez tök jó. Megeszem ezt a sütit, vagy mi ez. Ja. Oké. Okay. Oké, merre fele van a házikó? Erre fele mehetek, ott van valami még, azt felszedjük. Ez olyan gyanúsan szögletes. A 5-ös szintű gyűjtögető módom is. Az is egy dicséretes dolog, hadd fejlődjön. Hopp. Mindent felszedünk. Mind a lomisok. No. Nem jó, erre kell mennem. Valamerre erre fele van, amit én keresek igazából. Ez föl az kender. Most itt kell fölmennem. Ja, így sréjen. Na, itt már lehetne kő. Hát olyan környék, ahol akár kő is lehetne. Mindjárt meg kell pillantsam az új civil objectet. Ahova igyekszem. Ja, az áram. Szedők azok itt vannak. Nem tudom, mi lesz itt egyébként. Mondjuk lehetne itt az állomás, vagy ilyesmi. Mi ez? Ez is valami... Hogy ez a reptér lesz? Annak szoktak ilyennek lenni a környékein. Hú, ez tök jó. Megeszem a sokit is. Jó, ezt azért kifosztogatjuk.
Sok-sok bordocska meg ilyen. Jó, ebben semmi nem volt. Ide is befutok. Hú, de hangos. Kőbalta, hogy mit láttam. Azt mondtátok, hogy le kell googolni, és akkor tök jó, akkor könnyebben megtalálok dolgokat. Lehet, hogy felszedtem közben, nem itt van, kőbalta. Hopp, itt is van valami. Konzervgránát. Na, most vagyok tele. Mindenféle cuccal. Ezt kidobjuk. Egy bőröm van. Na. Jó. Hát nem jó. Annyi minden van, több cucc van ezen. Ez egy kis... ja, ezt csak ebbe bele kell. Ó, laptop lesztekkelni lehet. Ennyi laptopom még soha nem volt egybe. Ebből lehet csinálni, hiszem, a autóturettet, amire ugye nem sok szükség van jelen esetben ebbe a játékba, hogyha tényleg PvE a játék. No, hol van a... Hagyjál csak, erre kéne megpillantanom az igazi civil objektumot, ahol igyekeztem. Ó, mennyi minden van, itt is ilyen hordók, meg fekramanc. Hopp, valami kiugrott belőle, egy hosszú kard. Jó, ezt eldobjuk, meg a szoknyámat. Itt a szoknyámja. Ezt eldobjuk, felveszünk inkább a gatyámat. Így van, erről van szó. És akkor itt lesz valahol a hosszú kard. Ez az. A hosszú kardot ezt ide magamhoz veszem. Az nagyon menő, nem? Aha, az király. Szuper. Jó, most nem használjuk, de van egy hosszú kardom. Ez tetszik egyébként, ez a környék, ahol most vagyok. Tehát ez jó. Itt ilyen sík terep van, van szerintem potenciálisan elég sok kender leledzik errefele. Itt egy barlang, sivatag rész. Hát itt is egy ilyen áruház van, vagy mi ez. Egy vászonpóló. Micsoda volt ez jelző, micsoda jelző. Hoppá, egy ilyen páncél, ez jó. Fel is öltjük magunkra. Vászonpóló az, hát az annyira nem is kéne. Nagyon. Ja. Most le kell telepednem. Nem lesz helyem. Na nézzük, mi ez. Kapuszni spulcsi. Ebből most már kettő van. Kis fatábla. Azt már nem tudom fölvenni sajnos. Magom rengeteg van. Ezt eldobjuk. Fatábla. Az milyen az a kis fatábla? Hát... jó, az lesz a következő, amit eldobok szerintem. Ezt mindet bedobjuk, ezt meg tudom enni, meg ezt is megeszem. Oké, ott még van egy kis gyűjteni való. Ez nem olyan rossz hely. Nem olyan rossz hely, bár olajnak nyoma nincs, tehát az olaj az hiányozna mindenképpen. Ha itt vernék tanyát, viszont sok ez a kis, sok kis ilyen mi ez van. Sok ilyen áramfejlesztő hely van, ami viszont nagyon jó hozza ezeket a apró dolgokat. Meg ezek a papírdobozok is jók, itt nem halnák ilyen, az biztos. Itt a közelben valami esetleg. Ott a hidroglóbusz, nem messze. Sőt, itt még, ha erre nézek, akkor ott is van valami, azt írja. Az mi, ami itt van. Az lehet a másik ilyen áramszedő, vagy... tényleg van ott valami. Hát a fölmegyek. Hát itt sok hely, sok minden van egy kupacon. Hát a végén nem lesz rossz hely, főleg, hogyha találok valamit, ahol olajforrás van. Legalább egy olajkút. Bár... itt van a... ez mi ez? Reptér? Lehet. Nem, ez a...
Ez a alagút. Alagút rendszer. Hát itt sok hordó van. Sok-sok hordó van. Jól, ma azt nem ettem még sose itt még. Ott meg a hidroglóbusz. Jó, oké, legyen. Itt sok minden van. Legyen itt a bázis. Akkor itt megállapodunk. Keresünk egy olyan helyet, ahol engedélyezett az építkezés. Addig megyek, amíg találok egy olyan helyet. Az lenne jó, hogyha ott a nagy pusztába tudnám ezt megejteni. Mondjuk itt valahol, itt ezen a sík terepen. Nagyon örülnék neki, ha mondjuk itt lehetne valahol egyszer csak. És elvileg lehetni kéne. Kéne lehetnie. Ha van ilyen szó. Érdekes, hogy miért nem engedi. Na, itt már engedi, jó. Na, itt egy elég nagy plac van, itt azért lehetne összehozni ezt azt is. Akkor innen rálátok arra, arra is, uff, volt még a... azért is lehet látni a távolba a kéményeit a, az erőműnek. Arra fele. A hidroglóbusz az pedig ott leledzik arra. Az meg ott a hegyek mögött talán az a gömb, ott, a, ott az építmény sarkánál. Jó, legyen itt, akkor itt letáborozok. Hogyan van a síkja a házikónak, legyen így, és akkor arra fele építünk egy. Mennyire mehetek el arra? Jó, azért ide elég jól lehet. Egészen idáig el tudok menni. Oldal irányba pedig még messzebb, jó. Legyen akkor ilyen, ilyen magasabb, és... ah, így. Oké. Jó. És mekkora legyen hátrafele? Hátrafele építkezek, amennyire lehet. Ide is lehet. Ó, még ide is lehet. Nagyszerű. Azt hiszem, hogy a... hogy kijön a tető, az alap mérete a házikónak legyen... legyen 4x4-es. Nem lesz kicsi, de hát most van anyag. Miért ne csinálnám így? Jó, ez így teljesen korrekt. Ez lesz az alap mérete. Itt belül is megcsinálom szerintem a dolgot. Ja, egy ilyen házzal indítunk. Ez így teljesen korrekt. Valahol elő lesz majd hozzá egy... egy kert rész. Azt meg majd körbe fogom keríteni ilyen, ilyen dróthálós dologgal. És akkor itt sok mindent fog belül ügyködni. Na, mennyi kövem van egyébként? Nem sok kövem van. 1234 kövem van. Az nem sok. Az nem sok, ellen meg kevés. De... de... megcsináljuk először a... a kuszli, egy kis kuszlikot, ahol, ahol élni fogok addig, amíg nem lesz jobb a helyzet. Mondjuk a egyik ilyen távoli sarokba talán, vagy melyik részén kéne megcsinálni a kis szobámat. Az lehet akár itt is. Nem is muszáj egyszer egyesnek lenni szerintem. Nyugodtan lehet egy kicsit nagyobb. Legyen egy ekkora szoba itt kezdésnek, ez teljesen korrekt. Kérdsem egy ilyen ilyet. Na most mit dobjak le? Ezt addig ledobjuk. Majd fölveszem, hogyha kész lesz. A kis cuccom. Na, megvan? Megvan. Jó. Megforgatjuk, úgyhogy kifele legyen erősebb. Ja, errefele. Az jó, az jó, az jó. Ezek így jók, oké. Most viszont gyorsan csinálnom kéne egy... ezt is eldobjuk. Csinálunk egy ilyet. Aztán megkeressük a gönceimet. El ne tűnjenek, nem tudom mennyi idő alatt tűnnek el. Ezt a kis házikot még megcsinálom, ahol, ahol megszállok. És ha az megvan, akkor, akkor
akkor ott lesz vége akkor az epizódnak, és akkor majd folytatom a következő körben az építkezést. Na, megkaptam a... nem, mi ez a... nem tudom, sose fogom azt megérteni a francia nyelvet. Na, legyen itt, és akkor ezt helyezzük el. Mondjuk, ide sarokba, ide. Oké, el is rontottam a dolgot, mert hogy... ja, nem, annak majd csak egy külön helyiséget annak a szekrénynek. Az lesz a legjobbja. Oké, akkor most teszek bele egy-két dolgot, ami nem annyira fontos, hogy nálam legyen. Ilyesmiket mindig belerakok. Jó, puska is, vagy pisztoly is mehet be, oké. És akkor most fel tudom szedni ezeket a cuccaimat, ahol itt a fáklyám is. Na jó, erre szükségem lenne, oké, meg is van. Nagyszerű. Akkor egy kicsit megerősítjük ezt a cuccot. Akár fából, mert nincs más most. És szerintem a fa is elég most ebben a pillanatban. Meg hát, hogyha minél több fát fogok kitermelni, annál jobb leszek ebben az ügyben. Hát egy fajtóval meglepem magamat, és átdobom a számzárat, az lesz a legjobb, és akkor nem kell már most kulcsoznom. Ez tök jó. Egy dicséretes dolog. Ezt is megcsináljuk. Az alját is. Oké. Ez egy teljesen tök jó kis házikó eddig. Az első szobája megvan, hát nem lett benne ablak. Ja, nem lett benne ablak, de nem muszáj az első szinten ablaknak lenni még, illetve egy ablakot lehet, hogy majd csinálok valahova oldalra. Vagy hátul nem lesz ablak, vagy csak a második emeleten, nem tudom. Nem tudom még, hogy lesz, de oda még nem igen lehetne beugrani, elég mere, elég mély. Hát, hogyha ki lehet szedni az egyik falat, akkor még kiszedem, nem tudom, hogy ki lehet-e, már nem nagyon. Mindegy, jó lesz az ablak, talánul is elkészült a... ez. Fölrakom. Így. Ráteszem a számzárat. Vigyázok rá, hogy a numerikus ne használjam a nullát, mert akkor mindig kiléptetem, nem mi legyen. Legyen ez a kód. Szuper. Jó, és akkor még lerakok egy fekhelyet ide magamnak valahogy. Ide befér? Beállom. Jó. És akkor ez lesz a neve, hogy... bazis. Nem is bazis, ez ház. Haz. Oké. Ez lesz a ház. Ez lesz az ágyam egyelőre. Jó. Hát akkor ilyen lesz a kis szerény hajlékom. Berakjuk ide, ami nem annyira... nagyon kell, hogy nálam legyen. Jó, hát még ugye a kő az még maradhat. Ezeket majd elültetem. Egyelőre ezt is be lehet ide rakni szerintem nyugodtan. Jó, és akkor egyelőre talán ennyi lenne a dolog. Annyit még megteszünk, hogy csinálunk egy tábortüzet. És kiégetem a fémet. Nem tudom egyébként azon most mit csinálok a kiégetett fémmel, mert hogy igazából annyira nem kell semmi fémből, megvan ez a cucc. Mennyi? 9-en van, akkor kérek egy ilyet. Ja, ez már csak 6-os szinten jön, akkor nem kérek ilyet. Páncél, kés. Hát most nincs olyan jobb cucc, ahogy nézem. Amire olyan nagyon szükségem lenne. Hoppá! Megvan a 6-os szint. Homok, barikád, vászon, fejkendő, számzár, fatábla, víztisztító, fapáncél, nadrág és egy XP. Vizet nem láttam itt a környéken, viszont sok ilyen ládikó van, úgyhogy azzal el leszek szerintem. Azzal nem is lesz semmiféle probléma. Ide rakom az ajtóba a tüzet. Így. Oké, és belerakjuk az összes cuccomat. 5, 3, 4. Jó, hát ez eléggé tréül van elrendezve, de üsse kavics, azt hiszem ez is 5-ösével jön ki, úgyhogy lesz belőle anyag. Hú, de sokáig ég. Na, 26 szén egy kiégetésből. Wow. És ezért is kapok ilyen valami paramétert? Most mi történt? Elégett egy az egybe a cucc. Hát ez király. Az égetés is ilyen tuningos itt a játékban.
És tök sokáig ég egyetlen egy fa. 155 azért az elég durva. Na, a számzárat viszont be tudom kérni. 5 XP az meg is éri. És akkor mire költsem a maradék 5-öt? Egy késre tudnám. Ami az állatok bontásához jön jól. De még állatot nem láttam, úgyhogy... Nem tudom. Ezek is az állatok miatt jönnek csak jól. Legyen a kés, hát ha látok egy állatot. 7-es szinten bejön a munkapad és egy nyilvessző. Jól van, tábortűz meggyújtjuk, és aki a tábortűz fényénél, így ez tökéletes lesz, mi indexképnek is megállja a helyét. Köszönök el tőletek, és akkor jövök vissza hamarosan, hát remélem tetszik nektek ez a sorozat, amit most megkezdtem. Párhuzamosan csinálom majd a másikat is közbe bele, de ez egy ilyen kis fun gameplay sorozat lesz ez a építkezzünk itt a rászba típusú megoldással. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, hogy tudjam róla, hogy ez bejön, jöhet még több epizód belőle. Jövök, megyek, felfedezek benne, majd próbálok egy jó kis házikót összehozni benne. Ja, aztán utána meg lehet, hogyha már ezt meguntam, akkor csinálok tényleg egy biztonságos erődöt is, megpróbálok belőle összehozni, mert végül is, hogyha felszintezem magamat, akkor lehet vele jócskán így dolgozni. Tehát hatalmas házakat lehet így most felhúzni ezzel a módszerrel, ezzel a szorzó módszerrel. Jól van, köszönöm, hogy megnéztetek, és akkor jövök hamarosan ennek a sorozatnak a folytatásával. Sziasztok!